Március 15-én számos kitüntetés díjat adtak át Magyarországon, és hát ezek egyike volt a Jedlik Ányos díj is, és a Jedlik Ányos díjazottak között két miskolci is volt az idei évben. Dr. Babcsán Norbert, aki múlt héten volt stúdiónk vendége, illetve dr. Rajsz Iván, kémikus feltaláló, akit szeretettel köszöntök most itt a stúdiónkban. Gratulálok mindenek előtt a kitüntetéshez. És hát te vágjunk rögtön bele a dolgba, hogy mivel is foglalkozik ma, és minek is tudható be ez a díj. Kezdjük inkább azzal, hogy mikor gondolt először arra, hogy hát feltaláló lesz, illetve a tudomány nyokkal fog foglalkozni? Mondjam azt, hogy ebbe beleszülettem, vagy belecsöppentem. Tehát a mi családunk mindig természettudományos érdeklődésű volt. Édesapám Fejér Lipót tanársegédje volt annak idején a Budapesti Műszaki Egyetemen, és mint tanársegéd nem tudott megnősülni, csak úgy, hogy lejött Miskolcra az evangélikus tanítóképzőbe tanárnak, és a régió legcsodálatosabb fizika szertárát csinálta meg, és gyakorlatilag mi otthon, mi négyen vagyunk a mai napig testvérek, mi otthon mindig kísérleteztünk, tehát ő megmondta, hogy mit lehet csinálni, milyen veszélyek vannak, hol van a határ, amin tovább nem mehetünk. Tehát én általános iskolás voltam, amikor szénelektródás ifénylámpával vetítettünk, saját készítésű. Tehát a bedöglött lapos elemből vettük ki a szénelektródákat, és így tovább. Igen, mert ezt akartam mondani, hogy őszes a halántég, de azért ennyire nem öreg, hogy szénszálos izzót használtak. Hát nem szénszálos izzót, hanem az ívet húztuk a két szén között, és innentől kezdve azt hiszem egyenes út vezetett a vegyipari technikumba, ahova középiskolásként kerültem. Ott olyan tanáraim voltak, mint például a 56-os munkástanács elnöksége miatt az Eötvös Loránd Tudományegyetemről és az oktatásról száműzött Kornides professzor. A műhelyfőnökünk robbanó anyag szabadalmat kapott a munkájára az Egyesült Államokba. Tehát gyakorlatilag mindig megmutatták, hogy hol hiányzik valami, és mit kell csinálni ahhoz, hogy ehhez hozzájussunk. Szerencsémre az egyetemen egy olyan tanszék nyúlt a hónom alá, ahol szintén azt nézték, hogy a hallgatót ne mosogassa a laboredényeket, hanem hogy alkosson. Úgyhogy én akkor voltam negyedéves, amikor az első cikkem megjelent a nyilvánvalóan a téma vezetőkkel közösen a Magyar Kémiai Folyóiratba, és ötödéves voltam, amikor már erre Indiából hivatkoztak. Tehát ez volt a mérce, hogy ezt kell csinálni. Teljesen más volt a gondolkodásmód, mint napjainkban. Tehát amikor én a díjnyertes, harmadéves koromban díjnyertes diákköri munkámat mutattam elő Szarvas professzornak, hogy na ez lenne a diplomamunkám. Akkor azt mondta, hogy fiam, egy rókán egy bőr van. Ma úgy látszik, hogy a biotechnológia eredményeként egy rókáról 10-15 bőrt is le lehet húzni. Igen, az azért ma az a úgymond divat a felsőoktatásban, hogy a tudományos diákköri munkákból aztán később szakdolgozatok, sőt akár disszertációk születnek. Na de Szarvas prof azon a véleményem volt, hogy kérem, tessék egy újabbat, tehát nem erre rágódni a csonton, mert egy idő múlva nincs íze. És nekem a harmadéves koromban előadott anyagom, az egy kiváló analitikus professzor Magyarországon megjelent cikkének a bírálata volt, és megmutattam, hogy a világító indikátor nem a végponttól kezdve világítani, hanem a végpontig világít. Némi zűr is támadt belőle. A professzor úrnak a munkatársa, aki ezt közé adta, talán nem volt elég figyelmes, de én jót szórakoztam azon, hogy olyan reakciókat hajtok végre, ami közben egy ilyen kékes-zöld fény jelenik meg, és amikor befejeztem a munkát, akkor sötét lett. Tehát ilyen
úton lehet eljutni oda, hogy az ember mindig keressen valamit, amire még nincs megoldás. És aztán 81-ben, hát akkor már kandidátus voltam, az akkori berentei színosztályozó mű igazgatója szólt nekem, hogy Ivánkám, Üveges János mai napig aktívan szervezi a ilyen jellegű munkákat. Ivánkám, itt van egy csomó hulladék szénporunk a gépi övesztés miatt, amit senki nem vesz meg. Akkoriban még rostélytüzelésű erőműveink voltak. A lakásban meg senki nem vitt porszenet, hogy azzal tüzeljen, nem volt brikettezés. Csinálj vele valamit. És akkor 81-ben egy hallgatómmal közösen nyújtottunk be egy szabadalmat, amelyik hulladék hasznosítással foglalkozott, hogyan tudunk előállítani nagy huminsav koncentrációjú anyagot, az a mezőgazdaság és az olajbányászat, tehát a fúrás technika számára. Hulladék hasznosítás akkor nem egy új keletű dolog, mert ma nagyon akkor, sokat hallunk erről. Akkor nem divat volt, hanem csak csináltuk. Mert ennek a fő tömege ez a porszén volt, de mellette használtunk lugosító ágensnek a BVK-ban termelt nátrium-hidroxid selejtjét, a karbonátosodott lugot, és a vörös vasérc bányászata közben keletkezett hulladékot, ami kohósításra nem volt alkalmas, de nekünk azok a vas oxid szemcsék kellettek, hogy a reakció lejátszódjon. Az volt a katalizátor. És akkor egy feltalálónak azért úgy képzeljük el úgy a mindennapjait, vagy az életét, mint ahogy ön is mondta, hogy akkor szólnak, hogy Ivánkán van itt egy ilyen probléma, vagy pedig jár kell a mindennapokban, és azért keresi, meglátja azokat a problémás területeket, amelyekre a kémiai tudása folytán tud valamilyen megoldást nyújtani. Most tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a feltalálót és a kutató Magyarországon sajnálatos módon nagyon szétválik. De erre van egyébként a következő kérdésem, hogy mi a különbség a kutató és a feltaláló között? Ezt a MTA Kémiai Tudományok Osztályának egyik ülésén világosította meg számunkra négy Amerikából érkezett kémikus professzor, akik elmondták, hogy ő náluk hogy van. Hárman a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztek annak idején, és azt mondták, hogy az a hallatlan nagy baj, ami miatt a magyar ipari kutatás nem produkál megfelelő eredményeket, hogy a kutatók valami eredményre jutnak, gyorsan publikálják, mert a publikációra való hivatkozással kapnak impact faktorokat, és ha sok impact faktor gyűjtöttek össze, akkor erre föl a következő pályázatuk sikeres lesz. Az államokban ez úgy megy, hogy ha valamit megcsináltunk, ami új, akkor szabadalmaztatjuk, a szabadalom benyújtása után publikáljuk, mert az már reklám a szabadalmunkra, akkor azt hasznosítják, és az így befolyó pénzből tudunk a következő problémához eszközöket teremteni és eredményt elérni. Én akkor úgy gondoltam, hogy az idáig rossz úton jártam. Erre egy példát is tudok mondani. Amikor néhány évvel ezelőtt jelent meg Szepesi professzornak a magyar kromatográfiáról 25 évéről szóló könyve, akkor abban ott néhány sorban szerepelt az, hogy a Rajsz Iván a Hewlett-Packard előtt 12 évvel kidolgozta a nyomásprogramozott kromatográfiát. És akkor én ebből cikkeket csináltam, kandidátusi disszertáció lett. És az ilyen típusú készüléket, szabadalmát pedig a Hewlett-Packard nyújtotta be. Tehát ezért lényeges az. Én azóta változtattam, tehát először benyújtom a szabadalmat, és utána állok ki a nyilvánosság elé. Tehát nem úgy, hogy kiállok a nyilvánosság elé, és utána már nem szabadalmaztatható, mert saját magam rondítottam el a szabadalmaztatás lehetőségét. És hát most voltam, hogy mondjam, a család őseinek volt városkájában, Ólublón,
meghívott előadóként egy nemzetközi konferencián, ahol már beszélhettem arról a szennyvízi iszap szárítási eljárásról, amit benyújtottunk szabadalomként, és amire már a bejukasztott számmal az anyagot meg is kaptam, csak vissza kell postáznom aláírva. Tehát nem szabad saját magunk elrontani az adott találmány újdonság értékét, és lerombolni a használati eredményt. Mert hiszen a használati eredmény nélkül nem lesz eszközünk a következő, vagy a szemünk elé tolt problémát, vagy éjszaka nem tudtunk aludni, és ó, a fene egye meg, ezt valahogy így kéne csinálni alapon. Volt ilyen? Hogyne, volt. Tehát van egy találmányunk, ami elég széles körben terjedt el, a metilalkohol előállítása, amire egy kísérleti üzem is épült, aminek pontosan ez a része még nincsen kész, mert a pénzeszközök elfogytak, és most próbálunk újra pályázni. És ebbe a két évbe, amíg nem tudtunk ott azzal kísérletezni, addig én foglalkoztam azzal, hogy a széndioksziddal mit lehetne csinálni. Két utat találtam. A könnyebben keresztül vihető út már szabadalomnak be van nyújtva. Az elmúlt évben három aranyérmet, ezüstöt, bronzot, külön díjat kaptunk erre a találmányra. És még itt fölhívnám ennek kapcsán a figyelmet arra, hogy mindig valaki olyat kell magunk mellé venni, aki az adott terület egy kiemelkedő ismerője. Tehát ez a széndioxid felhasználás, az a úgynevezett fölös, de ezt idézőjelben mondanám, hogy fölös energiák, tehát az energetikai rendszer által az előállítás pillanatában nem használható energiának a tárolása. Tehát a szélenergia, a napenergia, amikor van, akkor nem biztos, hogy kell a hűtőházba hűtenünk. Amikor nincs, akkor meg kellene. Tehát valamit módon ezt tárolni kell. Tehát ezt a problémát úgy érzem, hogy megoldottuk. Most többféle pályázat beadása készül ezügyben, részben a Horizon 2020 témában, részint itt TAMOP hazai kiírásban. És a másik szindioxid hasznosítási rész, amiről nem beszélhetek, mert még nem nyújtottuk be, az egy ilyen évi 300 ezer tonna széndioxidot hasznosít, amit nem kell a tenger alá nyomnunk, vagy a föld alá, és cserébe kiváltunk hallatlan nagy környezetszennyezést okozó technológiát. Kíváncsian várjuk, a szabadalom után beszélgethetünk róla akkor. Mihegy, begyújtottuk, és visszakaptam a levelet, hogy megérkezett, és van azonosító száma, akkor minden további nélkül. Mennyi szabadalomnak a birtokosa egyébként? Be kell vallanom, hogy nem tudom, mert ez úgy van, hogy addig vagyok egy szabadalom birtokosa, amíg fizetjük a fenntartási díjat. Na most az egyetemek pénzügyi kondíciói nem voltak mindig jók. Ennek megfelelően volt egy olyan idő, hogy négy egyetemi tulajdonú általam is, mert sohasem egyedül, vagy lehetőség szerint nem egyedül kidolgozott szabadalom megszüntetésre. Tehát nem fizette az egyetem a díjat, akkor közölték, hogy megszűnt a védelem. Tehát amire most kicsit jó kedvel nézek, hogy az elmúlt évben egy víztisztítási eljárásunkat Kínába elfogadták szabadalomnak. Két elfogadott szabadalmunk van, a szemétből metanol eljárás az Egyesült Államokban, a másik Eurázsiában. Most tájékoztattak, hogy fél mondatot kellett törölni a kínai hasonló szabadalmi igénypontokból, és az is ebben az évben a birtokunkban lesz. Tehát ezek azok, amelyek
most igazán érdekelnek, és hát ezekkel próbálok előre haladni. Említett a Szepesit, illetve hát itt van az ön példája is, tehát azért ilyen kvalitású embereket azért külföldön szoktak szeretni. Sose merült fel, hogy külföldön folytassa a pályafutását? Nem. Tehát, ha úgy végignéznénk a családunk történetét, amelynek írásos nyomai több mint 400 éve vannak, akkor látszik, hogy mindenki azért dolgozott, részben egyenes ágon, részben kis oldalágakon, hogy az itteni értékek kerüljenek előtérbe. Nem csak természettudósok voltak köztük, hát például a dédapámról van elnevezve a közigazgatási magyar díj. Tehát most itt a jogász unoka húgomra is gondolva, tehát nem csak természettudományi műszakiak vannak a családban, hanem kiváló jogi emberek is. És senkinek sem támadt az az ötlete, hogy elmegy. A fiamat hívták nem túl régen egy autógépész, egy nagy német cég müncheni központjába dolgozni. Azt mondta, hogy kösz, jól érzem magam itt. Tehát nem. Ez érdekes egyébként, mert most ugye arra gondolok, hogy ugyanakkor alacsonyabb kvalitásokkal, végzettségekkel, kompetenciákkal rendelkező emberek pedig mennek Londonba, a második legnagyobb magyar városba mosogatni. Örömmel és dalolva. Ahhoz, hogy valaki itthon eredményt érjen el, ahhoz a rabszolga négyzet munkát kell végezni. Tehát rendkívül sok mellőzés, rendkívül sok lemondás. Két okkal több, hogy kimenjen az ember külföldre, mert megbecsülik. Azzal, hogy kétszer annyi fizetést kapok, nem jár együtt az, hogy megbecsülnek. Tehát ezt én nagyon jól látom. Tehát én azt érzem megbecsülésnek, amikor meghívnak egy nemzetközi konferenciára meghívott előadónak. És akkor én megmondom, hogy körülbelül mely napot tudom. Most is Szlovákiában volt egy ötnapos konferencia, én megmondtam, melyik három napot tudok ott lenni. És akkora tették be az előadásomat, megtartottam az előadásomat, kérdések voltak, és egy jó érzés volt, hogy tudtam újat mondani a kollégáknak. Most dolgozunk, a családi KFT-nket hívták be egy európai közösségi kétéves projektbe, az EQUI-7-es program keretébe, ahol eddig megoldottuk a nagyvárosok szennyvízi szapjának a szárítását és energetikai hasznosítását, ebben a projektben a kistelepülési szennyvíztisztítók szennyvízi szapjának kérdésével kell foglalkozni. Már elküldtük a egymásra fölötti mennyiségű 96,5% szárazanyagtartalmú szennyvízi szapot, amelyet a saját magunk által kifejlesztett, átalakított készülékben állítottunk elő. Ebben részt vett a fiam, aki autógépész, részt vett a lányom, aki hatástalan szakgyógyszerész, és ugye a szennyvízi szapokkal kapcsolatban nagyon sok kockázati elem van. Tehát az ember tudja odabolondítani azokat is, aki egyébként nem mozdulnának ezekre a kérdésekre. Család, akkor ez így zajlik a családi vasárnapi ebéd, hogy körbeülünk és megbeszélik az aktuális problémát? Nem, hát amikor a családi ebéd van, akkor az ebédről beszélünk. De egyébként pedig, hát van valami probléma, akkor tudjuk, hogy kit kell felhívni. És nagyon érdekes, hogy a gyerekeink milyen szellemben nőnek, az unokáink milyen szellemben nőnek, mennyire hatja hát esetleg a korszellem őket, tehát a középső fiú unokám, aki most gimnazista, de hatodikosnak megfelelő, ő közölte már 2 évvel ezelőtt, hogy én ugyanúgy feltaláló leszek, mint nagyapi. Hát mindenkinek fölcsillant a szeme.
De nekem lesz annyi eszem, hogy nem én csinálom, én csak megmondom, hogy mit kell csinálni. De egészséges gyerek kritikája. Hát szóval, mit csináljunk? De ugyanakkor... Mert hogy nagyapának azért nem esik le az aranygyűrű a kezéről, hogyha meg kell fogni a kémcsövet. Nem csak a kémcsövet, hanem mondjuk a 20 kg szennyvízi szapot tartalmazó ládát. Mert hiszen ha én erre segédmunkásokat alkalmaznék, akkor az adott projekt pénz erre roppant kevés lenne. És ráadásul más dolog az, hogy valaki alkalmazok és 8 órában ott dolgozik, és megint más az, hogy egy adott probléma egy kicsit elhúzódik, és no, még ráhúzunk 6 órát. És ez az, mindez az egész semmire nem jutott volna, hogyha a feleségem, aki egyébként évfolyamtársam volt az egyetemen, az nem viseli el ezt a munkatempót, ezt a gondolkodást. Hány éve viseli? 61-ben ismerkedtünk össze. Gratulálunk akkor neki is. Hát én is mindig azt mondom, most is a Jedlik Ányos díj átadására őt is meghívták, mert a találmányhivatalban tudják, hogy ez nem úgy van, hogy valaki leül a tévé elé, kimarad az áram, gyorsan van egy feltalálása, hanem szívós munkával és sokaknak az ezt a munkát végző mellett le kell mondani nagyon sok egyébként kedvező dologról. Ez nem munka, ez szolgálat, tehát ez ilyen 24/7-es. A feleségem nem szolgálatnak tartja, én se. Ő, amikor már nagyon gondolja, hogy bajom lehet Bábonyban, mert ott van egy laboratóriumunk, ahol dolgozunk, és fölhív, és megkérdezi, mikor hagyod abba a játékod? Tehát ez egy teljesen természetes. Vegyipari technikumban jártam, azért mentem oda, mert vonzott, akkor még csak egy évet tanultunk általános iskolába kémiát. És olyan emberekkel találkoztam eközben, akik hasonlóan gondolkodtak. És tulajdonképpen egy hatos fogat foroghat helybe, az a jó, ha egy hatos fogat villámgyorsan megy előre. Megkérdezhetem ezek után, hogy mit gondol a mai oktatásról? Akár középiskolai szinten, akár felsőoktatás szintjén? Hát a családunkban nagyon sokan vannak, akik oktattak és oktatnak. Hát öntől sem távol természetesen. Én csak 43 évig tanítottam. Igen, azért kérdezem. Édesapám mikor is végzett, nem emlékszem pontosan, tehát 37-ben vagy 36-ban, tehát 12-ben született, 24 évet hozzáadunk, 36 körül végzett. Ő azóta a 85-ben, tehát 74 éves korában bekövetkezett haláláig mindvégig tanított. Édesanyám tanítónő volt. Mi négyen vagyunk testvérek, hárman tanárként végeztünk, de mind a négyen tanítottunk. Tehát volt több olyan periódus, amikor különböző összeállításban a magyar felsőoktatásban 3 rajzdocens volt. És a feleségem 2 évig tanított, bocsánat, másfél évig tanított általános iskolába, ugye a gyakorló tanítás meg egy évet még, és utána középiskolába tanított. 27 évig igazgatóhelyettese volt egy középiskolának. Tehát mi nagyon szépen látjuk, hogy a társadalmi megbecsülés határozza meg azt néhány idézőjelben tett bolond kivételével, kis családom is ezek közé tartozik, hogy oda megy, ahol nagyobb a társadalmi megbecsülés. Ennek megfelelően, aki kevésbé jó alapokkal rendelkezik, az a kisebb társadalmi megbecsülésű pályákra megy. Ennek megfelelően... Hát a tanári pálya az nem mindig volt a kisebb társadalmi megbecsülésű, akár anyagi értelemben veszik, akár erkölcsi értelemben veszik. 45 után mindig az volt. Tehát akkor, amikor a falusi tanítónőnek, tanítónak kellett menni padlást lesöpörni, TSZ-be szervezni, és így tovább, és az rúghatott bele, aki akart,
innentől kezdve megszűnt a pedagógus társadalmi elismertsége. Néhány tisztességes ember megbecsülte a pedagógusokat, de ettől sokkal többen törölték a lábukat bele. Tehát ezek után úgy ment, hogy aki már nem lehetett mérnök, jogász, orvos, még egy kisi képessége volt, az elment egyetemre, hogy majd ő középiskolás tanár lesz. Középiskolai tanár. Akiben nem volt ennyi, az elment főiskolára, ugye régebben így tagozódott. Igen. Akiben még annyi se volt, az elment, hát a főiskola, igen, volt a főiskola után, vagy alatt még a tanítóképző, és az óvónőképző. És ennek megfelelően, ha most ezeket a generációkat végignézzük, akkor arról van szó, hogy három egymást követő generáció selejtje alakította ki azt a tantestületet, amelyik kezébe van ma a magyar oktatás. Nem mindenki, említettem, vannak bolondok. Van, aki beleszeretett ebbe. Van, aki abszolút alkalmatlan a pályára, de ott maradt, mert például a Nőklapja annak idején megírta, hogy micsoda disznóság, hogy egyesek elmennek kutatóintézetbe jó pénzért dolgozni, ahelyett, hogy a középiskolás gyerekeket tanítanák. Hát, bocsánat, de hát ugye valaki arra predesztinált, hogy feltaláló legyen, valaki arra, hogy a katedrán álljon, nem? Vagy mind a kettőt csinálja. Vagy akár mind a kettőt, igen. Tehát, de nem feltétlenül igaz az, hogy aki a katedrán áll, az jó kutató. Hogyne. Meg fordítva is. Igen, tehát ezek szerencsés ritka egybeesések vannak. Nagyon érdekes volt, hogy itt nézzük, hogy ki hogy tanított és ki lett. Feleségem osztályfőnöke volt egy akkor gyereknek. A mama bement megkérdezni, hogy hova menjen a gyerek, mert jól rajzol, jó a matematikája, jó a fizikája. És a feleségem elmagyarázta neki, hogy itt most nem arról a rajzról van szó, hogy a jegenye fát fújja a szél, hanem milyen rendkívül precíz rajzokat kell elkészíteni, és talán szerencsésebb lesz, hogyha elmegy matematika-fizika szakos tanárnak az egyetemre. És a gyerek elment matematika-fizika szakos tanárnak az egyetemre, Debrecenbe, jól végzett, és amikor a lányunk ebbe a középiskolába ment, ahova ez a kollega került, akkor ő lett az osztályfőnöke és a matematika-fizika tanára. És nagyon örültünk neki, és meglátszott a gyereken, hogy igen, később ennek az iskolának az igazgatója is lett. Tehát jó szemmel ki kell választani, hogy kik menjenek oda. Az édesapám kapcsán mondok még egy mozzanatot, ami roppant hiányzik a mai pedagógus képzéssel foglalkozó emberekből. Amikor ő matematika-fizika szakos tanárként végzett, és tanseg volt a műegyetemen, és arra gondolt, hogy ő elmegy tanítóképző intézeti tanárnak, akkor először is Szegeden egy speciális bizottság előtt különbözeti vizsgákat kellett letennie, hogy ő alkalmas a jövendő tanítóinak a tanítására. Azután, miután egyházi iskola volt, ugye ez az evangélikus képző, ezért el kellett menni, most már nem emlékszem pontosan hány, valahogy körülbelül 10 presbiterhez, szombaton vacsorára, vasárnap ebédre, másikhoz vasárnap vacsorára, és így tovább, ahol a presbiter és családja elbeszélgetett vele, és megállapították, hogy rá lehet-e bízni az ő véleményük szerint a jövő tanítóit, vagy nem lehet rá bízni. És úgy állapították meg, hogy igen, rá lehet bízni. Hát ezt manapság sem a presbitériumok, sem a Klebersbekuno intézet nem végez ilyen vacsorákat. Ezt a mentalitást gyökerestől kitépték. Tehát ezt kell visszaállítani. Tehát nyilván nem személyeskedhetek, hogy volt itt ugye az úgynevezett rendszerváltás. Addig volt nevelési bizottság. Mert teljesen természetes, hogyha bejönnek a most mérnökképzésre
bejön némelyik gyerek úgy, hogy ugyanúgy jön be a tanszéki szobába, hogy lenyomja a kilincset, bejön, és még azt sem mondja, hogy bú, mert a borjú még mondja, amikor bemegy az istálóba. Tehát ezekből az emberekből kell intelligens mérnököket nevelni. Tehát nem csak tudást nyomni a fejébe, hanem viselkedés kultúrát is. Rendszerváltás után az illetékes dékán közölte, hogy illetve küldte egy levelet, hogy melyik, nekem, mint tanszékvezetőnek, hogy melyik bizottságok vannak, és kiket javaslok én a tanszékről a bizottságban. És fölhívtam a dékán urat, hogy dékán úr, nem szerepel a nevelési bizottság. A válasz az volt, nem is fog, nincs párt, nincs kinek nevelni. Tehát nem a pártnak kell nevelni, nem egyik, másik, harmadik, 127. pártnak kell nevelni, hanem azt a bejött hallgatót, akiből mérnököt, orvost, tanárt, sorolhatnám a többi szakmát, akarunk nevelni, azt erre a viselkedés kultúrára rá kell állítani. És én ezt hiányolom. Akkor, amikor a PhD hallgatók tartják a gyakorlatokat orba szájba, akkor először is, ha megy hozzá a hallgató, akkor nem látja 5 méterről, hogy mi a kérdése, mert hiszen az a PhD hallgató mondjuk másodszor van ott benne abban a laborban. Mi az öregebbek, amikor jöttek hozzunk speciális laborokba, jött, tudtam, hogy mit mér, és azonnal tudtam mondani a választ a ki nem mondott kérdésére. És megkérdezi, hogy és tanár úr honnan tudta, hogy ez lesz a kérdésem? Legalább 8 éve mindig ez a kérdés merül fel, aki nem olvasta el az útmutató ezt az oldalát. És azt mondja, tényleg nem olvastam el. Tehát hallatlan különbség van abba, hogy valaki tapasztalatait adja át, vagy vak vezet világtalant. Megint családi példa, a lányom, akiből hatástan szakgyógyszerész lett, ő járt be hozzám a tanszékre már harmadéves korában gázkromatográfon mérni. És végeztünk méréseket, megtanítottam bele mindent. Amikor egyetemre került, akkor egy ilyen gyakornok volt a gyakorlatvezetője, és a lányomnak kellett elmagyarázni neki, hogy itt még egy adat kell ahhoz, hogy ő ki tudja számolni az eredményt, amit elvár tőle a gyakorlatvezető, és hát ehhez elő kellett venni a könyvet és megmutatni, hogy igen, a képlet így szól, tehát még egy adatra szükség van. Hát akkor kíváncsi vagyok a 10-15-20 év múlva a jedlikányos díjasok között kiket találunk majd. Én bízom benne, hogy lesznek, mert mindig vannak, akik az adott rendszer korlátait feszegetik, vagy netán szétfeszítik. Tehát az embernek ez rengeteg konfliktust jelent. Van, aki ezen konfliktusoktól magába roskad. Én nekem 52 a pulzusom. A vérnyomásom is teljesen normális. Úgyhogy de konfliktus helyzetei vannak, akkor voltak. Teljesen ilyen. Természetes. Oktató kollégáim azzal figyelmeztették a hallgatókat, akik jöttek hozzám vizsgázni, tehát előtte a fél év vége felé, hogy csak arra vigyázzatok, hogy akkor van baj, ha egyre halkabban és lassabban kérdez. Tehát nem le kell üvölteni a hallgatót, hanem türelemmel, szépen, nem úgy, mint ahogy a macskának az orrát beleverik a saját piszkába, mert az egy macskával szemben tökéletesen megfelelő. És ugyanakkor azzal találkozom, hogy egyre másra keresnek meg különböző problémákkal 30 évvel ezelőtti hallgatóim. És ami nagyon érdekes volt, hogy amikor volt a 2010-es árvíz, akkor hívtak föl, hogy fölraktuk a
nagy ladikokat a teherautóra, hogy kimentsünk, hova menjünk. Mert hogy hozzá tartozik, hogy mondjuk el a Felső Zsolca vizes részén is lakott. És akkor mondtam, hogy hozzám nem kell jönni, katasztrófásokat kérdezzétek meg, hogy hova kell menni. Ott már a víz ott volt, jött teherautó, és kezdtek leatogatni mindenféle hipótól, kéztörlő papírig és egyéb. És akkor a platóról az egyik ilyen segítőkész ember mondja, hogy nem ismerje meg engem, tanár úr? Mondom, ne haragudjon, nem ismerem. Hát nem is csodálom, csak egy fél évig voltam ott, úgy kirúgott, tanár úr, hogy csak úgy repültem. De mennyire igaza volt? Tehát felméri a hallgató. És ezt a oktató hallatlan felelőssége, hogy helyesen mutasson rá, hogy hol lehet annak a hallgatónak jó helye. Ez akkor a felelősség? Ez akkor hallatlan nagy felelősség. Ehhez rengeteg gyakorlat kell. Tehát nem úgy, hogy megtartom azt a... most már hatalmas óraszámok vannak, hiszen az oktatók száma drasztikusan csökken. A hallgatók száma talán most úgy néz ki, hogy nem csökken. Nem drasztikusan, de... És ennek megfelelően egyre több órát kell tartani. És eközben nagyon könnyen favágóvá válhat az ember, és akkor sokkal több forgács lesz, mint haszondarab abból a munkából. Kívánom, hogy ne így legyen, ennek pedig további jó munkát kívánok, hiszen várja a kémcső, várja a laboratórium. Jó munkát önnek és a munkatársainak is. Nagyon szépen köszönöm.